Létkérdés a víz, az élelmiszerbiztonság és az energia. Világfórum Jordániában. Túrjánvidék. Katonai együttműködéssel valósult meg a 6 éves LIFE projekt. Mogyoróspele. 2017-ben az apró rágcsáló volt az évemlőse Magyarországon. Jó estét kívánok, a zöld világot látják. A tudomány világévében még 1999-ben rendezett budapesti konferencián Magyarország kezdeményezte a tudomány világnapjának megtartását. Erről 2001-ben határozott az UNESCO. Idén már 8. alkalommal került megrendezésre a világfórum, ezúttal Jordániában. Köszöntöm is a stúdióban Körösi Csabát, a köztársasági elnöki hivataltól. Jó estét kívánok. Kezdőcsokrom, jó estét kívánok. Ugye a tudomány világfóruma volt, mégis inkább a klímaváltozással kapcsolatos problémák kerültek az előtérbe. Mik voltak a fő pontok? Igen, ennek a Tudományos Világfórumnak a fő címe az volt, hogy tudomány és béke. De ahogy ön is mondta, a béke az nem önmagában valahol éteri magasságban lebeg, hanem ez olyan kérdésektől függ, mint klímabiztonság, energiabiztonság, élelmiszerbiztonság, társadalmi stabilitás. Tehát ezért volt az, hogy ezek a kérdések, klíma, víz, energia, élelmiszerbiztonság most már mindenki számára világosan képezik a társadalmi stabilitás és fejlődés alapjait. Milyen eredményekkel zárult ez a konferencia? Ugye nagyon sokszor van, hogy az ember elmegy egy konferenciára, és beszélnek sok dologról, de valahogy nincs egy olyan eredmény, amire az ember azt mondja, hogy ezért tényleg megérte ezt a konferenciát megtartani. Jordániában lett valami eredmény? Talán a legfontosabb a felismerés, a közös felismerés. A második, ami nagyon fontos az én számomra, hogy a tudomány már régóta szállítja azokat az adatokat, azokat a figyelmeztetéseket, amiket hallottunk, de nem építettük be a gondolkodásunkba. Jordánia elsegített hozzá. Például a klímaváltozás területén több mint 50 éve tudjuk, hogy hogyan fog alakulni a klíma, ezt mindenféle tudományos modellezéssel előrevetítették. De addig sem a politikai döntéshozatalban, sem a közgondolkodásban nem tudott beépülni, amíg ki nem alakítottuk azt, hogy mi legyen az a szervezett tudományos fórum, amitől elvárjuk azt, hogy éves pontossággal jelentéseket és előrejelzéseket készítsen, mégpedig tudományos alapossággal és megbízhatósággal. Amikor létrehoztuk az IPCC-t, az ENSZ tudományos kormányközi testületét, ez a kérdés megoldódott. Azóta van áttörés. Azóta érezzük azt, hogy most már nincs több időnk elveszíteni. A víznél ugyanezt meg kellene csinálni. Ugye itt nem is az a kérdés, hogy mik a célok, hiszen a célok azok már nagyon tiszták hosszú ideje, hanem hogy az oda vezető út, hogy valósul meg. Ön most hogy látja, mi a helyzet? Jó irányban tartunk? Lehet, hogy az irány valamennyire jó, de a sebesség még nem. 2015 volt az áttörés éve. Akkor a világ megállapodott abban, hogy milyen fenntarthatósági jövőképet kell követni, hogy ebben milyen 17 nagy célt kell követni, ha el akarunk kerülni egy nagyon rossz szenáriót. Megállapodott a világ abban, hogy a klímaváltozás megállítása érdekében, az ember okozta klímaváltozás megállítása érdekében miket kell közösen tennünk, és megállapodtunk abban, hogy miket kell tennünk a természeti katasztrófákkal szembeni védettségünk erősítése érdekében. Három nagy megállapodás. A célok tiszták, világosak. Azt kell most elérnünk, hogy ezt mindenki bontsa le a nemzeti rögvalóságára, ebből legyenek nemzeti tervek, projektek, a társadalom értse meg és fogadja el, és legyen egyfajta társadalmi megegyezés ezekről. Rólunk és a gyermekeinkről van szó. Sokkal közelebb vannak a kockázati tényezők és esetleges válsághelyzetek, mint ahogy sokan gondolják. Akkor nem mondhatnánk azt, hogy egy kicsit lassú az a tempó, amit most diktálunk? Csak arra gondolok, hogy 2015-ben már megvoltak a célok, elfogadtuk. Ugye most Bonnban volt a gyakorlati megvalósításról a konferencia. Ugye ez csak 3 év, nem sok azért mégis, ha már azt mondjuk, hogy 2050 már itt van a nyakunkon. Sőt, 2030. A fenntartó fejlődési célok 2030-as határidőt tűz neki. Addigra kellene egy nagy fejlődési paradigmaváltást megvalósítanunk. 15 év volt mindössze, ott voltam a szerkesztésénél, tudom, hogy ez rendkívül ambiciózus, és néhány tekintetben nem fogjuk tudni 2030-ig megvalósítani, de ez azt jelenti, hogy
annál inkább indokolt, hogy egyetlen egy évet sem szabad elveszíteni benne. Egyébként a klímára, amire ön célzott az előbb, valóban Párizsban megállapodtunk, vállalásokat tettünk, de abban a pillanatban világos volt, hogy ezek a vállalások összességükben nem adják még ki azt a fordulatot, amire szükség van. Ezért bele is kellett építeni a párizsi megállapodásba, hogy ezt följebb kell sófolni. Minél hamarabb, annál jobb. Minél később tesszük meg a cselekvéseinknek és a vállalásainknak az erősítését, annál radikálisabban, annál meredekebben kell majd cselekednünk. Az nagyon sokba fog kerülni. De mi a helyzet az egyetértéssel? Ugye most Amerika kilépett a párizsi klímaegyezményből. Milyen hatásai lesznek ennek? Egy általános politikai szintű nemzetközi egyetértés megvan. Amerikát ebből most kiveszem. Az amerikai kormányzatot ebből kiveszem. De érdekes módon maga az amerikai közeg az nem biztos, hogy minden tekintetben megegyezik az amerikai kormányzattal. Abban a pillanatban, hogy megint megrezgett a léc az Egyesült Államokban egy új kormányzattal, abban a pillanatban a társadalom, az üzleti világ és a kormányzatnak egyéb mondjuk köztársaság vagy tagköztársasági szintű cselekvői elkezdtek összefogni. És megalakítottak egy olyan mozgalmat, ami azóta globálissá vált egyébként. Az emberiség több mint egy negyede csatlakozott hozzá, és a globális GDP-nek egy harmadát lefedi, ami azt jelzi, hogy ha az Egyesült Államok, mint kormányzat ki is lép a párizsi megállapodásból, ennél alacsonyabb szintű, úgynevezett szubszuverén szintű szereplők, tehát városok, régiók, szövetségi köztársaságok, viszont szerepet akarnak vállalni. Egyébként a ENSZ főtitkára éppen arra kérte föl a magyar köztársasági elnököt, hogy ennek a mozgalomnak legyen felkarolója. Ezért megy az elnök úr december 12-én Párizsba, ahol a francia elnök összehív egy olyan jellegű klímacsúcsot, ahol ez a kérdés is napirenden lesz. Akkor erről mindenképp fogunk utána beszélgetni, viszont annyiban még hagyj kanyarodjak vissza, hogy a legnagyobb gátat ön miben látja, ha már itt tudományos világfórumról beszélünk, a tudomány fejlettsége nem tart még ott, pénzhiány, a gondolkodás megváltozásának a hiánya, mi a legnagyobb gát jelenleg? A tudomány és a technológia rendkívül gyorsan megy előre. Sokkal gyorsabban, mint ahogy azt mi hétköznapi emberek tudjuk követni. A közfelfogás, a közegyetértés ennél egy kicsit lassabban megy előre, az egyéni felelősségvállaláson pedig még lassabban megy előre. Tehát ezeket kellene szinkronba hozni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, nem csak a technológiai ugrást kell tudnunk végrehajtani, itt Magyarországon is, hanem kell egyfajta közmegegyezés arról, hogy ami a nagy globális szinten elhatározott célokat elfogadta a világ, az a miénk is. Hogy ezt hogyan fogjuk itthon megvalósítani, és ez rám állampolgárra milyen kötelezettséget és lehetőséget ad. Ehhez szükséges a humántőkefejlesztés a Magyarországon, ehhez szükséges egy társadalmi stabilitás fennmaradása Magyarországon, és ehhez szükséges egy körforgásos gazdaság felé való elmozdulás Magyarországon. Akkor a jövőbeni célok megvannak, ha jól sejtem, az elkövetkező 1-2 évre? A célok megvannak. Most amiről beszélnünk kell, és amin dolgoznunk kell, hogy hogyan fogjuk ezeket cselekvéssé alakítani. Sőt, a cselekvés is helyenként már egész jól megy. Ahol ezt le lehetett fordítani a gazdaság nyelvére, és ahol ennek lehetett üzleti értelmet is adni, ott szemlátomást villámgyorsan megy előre a történet. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Én köszönöm ennek. Önök tudják, hol van Túrján vidék? Nos, a Duna-Tisza közi homokhátság egyik részét képezi. A most zárult 6 éves LIFE program keretében az ott élő növény és állatvilág fennmaradásának megőrzése volt a cél. Október 2. felében stábunk is a helyszínen járt. Eredményes volt az a 6 éven át tartó élőhely rehabilitáció, amely hazánk második legnagyobb aktív katonai lőterén zajlott.
A természetvédők, az erdészek és a honvédség közösen igyekeztek megóvni a Túrján vidéket, ahol a veszélyeztetett rákosi vipera is él. Az Európai Unió által támogatott LIFE Project vezetője a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósága, partnerei a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala, a Budapesti Erdőgazdaság ZRT, valamint a WWF Magyarország. Itt vagyunk a táborfalvi lő- és gyakorló téren, és ami miatt nagyon érdekes ez a mai nap, az az, hogy egy olyan mostanáig 6 éven át tartó természetvédelmi pályázatnak az eredményeit fogjuk megnézni, amely egy katonai gyakorló téren gondoskodott arról, hogy a természetvédelmi értékek és az élőhelyek fennmaradjanak. 2000-ben került a katonai szervezetnek az alárendeltségébe a táborfalvi kiképzőbázis, és már akkor is erdő gazdálkodási feladatokat hajtottak végre az erdészeti kollégáink. Ez egy napi kapcsolatot jelent az erdészet vezető, illetve a Bakonyi Hart kiképzőbázisnak a tisztjei között. A terepi bejárás alkalmával meg fogjuk látni azokat a növény- és állatvilágból megmaradt értékes egyedeket, amik pontosan azért tudtak így mai formájukban megmaradni, hiszen odafigyeltek rá az itt dolgozó katonák, és nyilvánvalóan az erdészek és a természetőrök is. Talán azért maradtak meg ezek az értékek, mert egy zártabb területről beszélünk, és még ugye nem, tehát nincs megbolygatva annyira a terület. Nyilván a kiképzés folyik, de szabályozott keretek között. A rákosi vipera, mint itt a Túrján vidéknek egy kiemelt állatfaja, számtalan egyedel fönnmaradt ezen a vidéken, és ténylegesen ebben az elmúlt 5 évben végzett tevékenységnek az eredményeképpen. Az együttműködés szinte személyes, és amikor nekünk nincs kiképzési feladatunk, akkor természetesen az erdészet tud menni, és hajtja végre a kezelési feladatokat. Pontosan abból erődően, hogy itt az intenzív használat az a honvédelemnek a támogatása a korábbi évtizedekben, és ez napjainkban is így van, ez nekünk prioritást élvez, ez elsődleges célunk, hiszen azért dolgozunk honvédelmi vagyonkezelési területeken, mert ezt nekünk teljesíteni kell. Ha valaki fölkeresi a Bakony Harcki Képző Központot, akkor meg tudjuk találni annak a módját, hogy kísérettel bepillanthat ebbe a természetvédelmi területre. Amint az az összeállításunkból is kiderült, a célterület nagy része aktív honvédségi használatban van. Ennek ellenére a projekt sikeresen zárult. Köszöntöm is a stúdióban Kovács Miklóst, a Dabasi Erdészet igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nehéz elképzelni kicsit, hogy így az aktív lőtér mellett egy háborítatlan, nyugodt életet élhetnek az élőlények, de gondolom mégis így van. Hogy sikerül ezt megvalósítani? Hát az erdészet nagyon komoly kapcsolatban áll a helyi Bakony Harc Kiképző Alakulattal, és folyamatosan egyeztetjük a kiképzési feladatokat, és ezután nyilván figyelembe véve ezeket a tevékenységeket mi úgy ütemezzük, indítjuk, hogy amikor ez a lövészeti tevékenység zajlik, akkor az erdészet épp más területen tud gazdálkodni. Azért ezt tudni kell, hogy 11 ezer hektáros katonai lőtétel elég nagy, közel 25 km hosszú és 4 km széles, és igazából mindig van egy hely, ahol a éppen szolgálatot teljesítő katonák nem lőnek, és akkor el tudjuk helyezni a különböző dolgainkat. Így van ez a LIFE tevékenységgel is. Ezen a területen belül is vannak olyan részek, amelyeket meg tudunk közelíteni olyankor is, akár a pannon homoki gyepek kezelését, akár a pannon nyarasoknak a kezelését, amikor épp a viperák közelében katonai lövészet zajlik. Azért említsünk itt meg, nagyon sok olyan faj van, ami máshol nincs, vagy nagyon különleges, ezek közül párat mondjunk azért. Tehát nagyon sok élőlény található itt, sok védett Natura 2000 jelölő faj is található. Például a növények közül megemlíteném a homoki nőszirom, amelynek egy-egy állománya található a Labasi lőtérben, illetőleg a rákosi vipert, ugye ön is már említette, ezen kívül a túzok, ugye Közép-Magyarországon nálunk van a legtöbb ebben a régióban, ebből is nagyon szép számban szépen költenek a projekthez tartozó telepített lucerna, amely később majd gyeppé lesz átalakítva, ott gyönyörűen tudnak költeni ezek, és ott teljesen jól érzik magukat a túzgók is. Valamint megemlíteném még a
projektben található növények közül vannak ilyen óriás plantágok, óriás útifüvek, amelyek szintén kizárólag a lőtérben, mint egy 80 tő található, és a környékben nincs is ilyen. Ugye említette, hogy önök igazodnak a honvédség beosztásához, hogy úgy mondjam, azért ők is tolerálják az önök kéréseit, hogyha egy olyan időszak van? Mindenféleképpen azt tudni kell mondom, hogy havonta előrejelentik a katonai lövészeteket, és mi pontosan tudjuk azt, hogy mikor is és milyen fajta eszközzel lőnek az épp ott lévő alakulatok, és így tudjuk mi is beosztani a munkáinkat, de nyilván mikor mi is kérünk valamit, hogy éppen mondjuk egy olyan fajta tevékenység zajlik, aminek egy-két nap van vissza, és tudjuk, hogy hamarosan befejeződik, akkor ők is erre figyelnek, és akkor ezt figyelembe veszik, és nagyon komoly szinten egyeztetünk egymással. Napi kapcsolatban vagyunk, mondhatom, egy helyi alakulat vezetőjével, és bármiféle kérésünk vagy kérésük van, ezt mindkét fél, azt gondolom, hogy teljesíti. Ha jól tudom, a terület vízellátottságát is növelni kellett, ezt hogy sikerült megvalósítani? Ugye ebben a projektben, amikor indult, célkitűzés volt a vízvisszatartás, illetőleg az invazívok írtása, valamint a rákosi vipera, mint kiemelt fajnak a védelme, valamint a környékbeli környezet tájékoztatása. Tehát tudjanak el, hogy van egy ilyen projekt a területen. A víz visszatartásra visszatérve, ugye ez a rész azért csatornákkal elég sűrűn ellátott, illetve a lecsapolása következtében, ezt tudjuk a régebbi alföldi tevékenységből, leesett a vízszint, ami azt jelenti, hogy mára már nagyon komoly problémát okoz a területnek a szárassága, ugye azt is tudjuk, hogy nem annyi csapadék esik, mint amennyi a régebbi időben volt, ma már egyfajta szárassági jelző a területet, jellemző a területet, és így ebben úgynevezett színvegyes akció keretében csináltunk egy ilyen különböző műtárgyakat helyeztünk el, bukókat helyeztünk el, illetőleg olyan szabályozó zsilipeket, amelyekkel a víznek a szintjét be lehet állítani. Hát a gond az, hogy mostanában kevés a víz. Egyet áruljon még el nekem, hogy mikor látogatható ez a terület, vagy látogatható bárki számára? Hát ugye a katonai terület önmagában egyfajta zártságot jelent. A táborfalasz közeleső részen van egy tanösvényünk, Betyárdombi tanösvény, és ez bármikor, bárhol látogatható, interneten is fent van, és óvodások, iskolások jönnek, és megismerik az erdő életét. Nagyon jó ez egyébként, mert környezetórákat tartunk nekik, egyfajta erdélyiskolákat tartunk, és így megismerik az állatvilágot, növényvilágot, amit a kis könyvön megtanulnak, és azt látják élőben is. Köszönöm szépen, akkor remélem nagyon sokan fognak oda ellátogatni. Én köszönöm szépen, viszontlátásra. A vadonleső program keretében 2014-ben hirdették meg először az év emlőse rendezvénysorozatot, mely minden évben más és más hazánkban előforduló őshonos emlős állatunkra irányítja a figyelmet. Az idei évben egy igazi cukiság, a mogyorós peleke ült a középpontba. Köszöntöm is a stúdióban Bakó Botondot, a vadonleső program munkatársát. Én is felbarátsággal köszöntöm a nézőket. Itt már összetegeződtünk az elején. Mondd el nekünk, hogy mi alapján döntik el, vagy ki dönti el, hogy ki lesz az év emlős állata? Hát onnan kezdeném a történetet, hogy van egy vadonleső program, ez a Földművelésügyi Minisztérium természetmegőrzési főosztályának egy ilyen a társadalom felé nyitó természetvédelmi programja. Több százezren követik egyébként az ország, mely nagyon népszerű dologra van szó. És a vadonleső program 4 évvel ezelőtt indított el azt, hogy azt a program sorozatot, vagy rendezvény sorozatot, amit mi úgy neveztünk el, hogy az évemlőse program sorozat, és ahogy itt el is hangzott, minden évben egy újabb és újabb fajt emelünk a piedesztára, tehát próbáljuk a társadalom figyelmét erre irányítani. Hát ebben az évben azért a mogyorós pele került a figyelem központjába, és ezt a vadonleső program jelöli ki egyébként az évemlősét minden évben, mert arra gondoltunk, hogy egy ilyen egyébként veszélyeztetett faj, ami ráadásul a sövények, erdőszegélyek ökológiai egységére hívja fel a figyelmet, mindenféleképpen megérdemli azt, hogy minél többen megismerjék. Hiszen nagyon kevesen találkoznak vele, ugyanakkor akik látják, ahogy te is mondtad, hogy hát teljesen elolvadnak tőle, hogy milyen cuki állatka van, szóval valóban egy egészen kisméretű, aranyos, aranybarna, bundájú, nagy, fekete gombszemű kis éjszakai rágcsáló a mogyorós pele. Ugye most először egy konkrét faj lett az évemlős állata, akkor ezzel is magyarázható, hogy ennyire védett és különleges?
Ez egy hosszú sorozatnak egy újabb eleme. A Sünnel, keleti Sünnel kezdtük az év emlőse sorozatot. Hát ez volt a legközismertebb olyan emlős fajunk, amivel a leggyakrabban találkoznak az emberek, és talán az egyik legnépszerűbb is. Aztán következett Petőfi híres fürge ürgéje, aminek kapcsán például felkértünk kortárs költőket, hogy Petőfi után 126 évvel írják meg a maguk ürge versét, úgyhogy ma már azt büszkén mondhatom, hogy nincs talán a világirodalomban olyan irodalom, amely ennyi űrkeversel szám szerint 12-vel büszkélkedhetne. A Pelére hogy hívtátok fel idén a figyelmet? Kicsit kanyarodjunk rá erre. Visszakanyarodunk, így van. A Pelére is számos módon próbáltuk ráirányítani a figyelmet. Többek között különböző pályázatokat írtunk ki országos szinten a Nemzeti Park Igazgatóságunk segítségével gyerekeknek. Például Esperente Pele vers és mese versenyt hirdettünk, ami a várakozáson felül nagyon népszerű kezdeményezésünk volt, hiszen több mint 65 Esperente Pele versünk van már. Felkértünk kortárs költőket szintén, hogy írjanak Pele verseket, és ezekre a versekre pedig egy országos illusztráció pályázatot, versenyt hirdetünk szintén gyerekeknek. Beszínesítette a palettát természetfotó pályázatunk is, illetve számos olyan rendezvényünk, amivel minél több embert kint a terepen és megpróbáltunk bevonni ebbe az egész éves történetbe. De példaként említhetem az Őrségi Pelefutam nevezett rendezvényünket, ahol hát iskolás gyerekek százai vettek részt egy pelés akadályversenyen. Itt csokorba szedve az eredményeket, tehát a elkészült alkotásokat, verseket valahol megnézhetjük, olvashatjuk? Természetesen ezeket közkincsét tesszük, mert megérdemlik. Egyrészt a saját honlapunkon, a vadonleső.hu oldalon tekinthetőek meg is olvashatóak ezek a művek, ezen kívül a Facebook oldalunkon is, illetve a Nemzeti Parkoknak az oldalain is elérhetőek ezek az alkotások. Azt lehet már tudni, hogy jövőre milyen állat lesz az évemlőse? Természetesen lehet tudni, de titok még, mert hogy ez minden évben januárban kerül bejelentésre, úgyhogy én most nem is árulom el, hogy melyik emlős fajra gondoltunk, annyit segítek csak, hogy egy rendkívül különleges emlős fajt választottunk 2018-ra, egy olyan emlős fajt, ami több mint 1,8-2 millió éve itt alakult ki kis hazánk területén, és azóta is itt él, és nagyon kevés ember találkozott vele személyesen. Akkor ez nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mi lesz jövőre, és várunk téged is vissza. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, a Zöld Világot látták. Kérdéseiket, észrevételeiket írják meg nekünk a zöldvilágukat ekotv.hu e-mail címre. Egy hét múlva újra várom Önöket. Viszontlátásra!